88-szor lép pályára egymás ellen az élvonalban az MTK, illetve a PMFC Matthias. Természetesen mindkét csapat esetében a jogelődőkről is beszélhetünk. És megindulnak a csapatok a pálya irányába Német Ádám vezetésével. Ő lesz majd a játékvezető ezen a mérkőzésen. Piros-feketében láthatjuk majd a pécsieket és fehér-kékben az MTK együttesét. Ladányi lövése, Gyurce. Horvátnak rossz az átadás, Konta szerezte meg. Azonnal egy lövés, kapufa! Gyönyörű volt Frölich megoldása, ott a lövés, kapufa! Be se várná a labdát, Buchnir. Be se. Fölöskei Zsolt. Sikerül középre tenni, és Gőce! Ladány nem tudott belepött szinteni. Horváth ért vissza, rengeteget dolgozik Horváth a középpályán. Szatmári indul, lefutja a védőjét, Ropioni! Hogyha pályára léphetett volna dr. Horváth Zsolt, aki a PMFC Matthiastól érkezett az MTK csapatához, de az utolsó előkészületi mérkőzésen eltört a talp közép csontja. 5 hét telt el a műtét óta, jövő hét kedden megy majd újra kontrollra, és ha ott minden rendben találnak, akkor talán kiveszik jövő hét végén a drótot a csontból. És közben gól! Nagyszerűen kezdi a második félidőt a PMFC. Pölöskei Péter megszerzi első gólját új csapatában. Jól jön be a labda, Gropioni ezúttal rosszul mozdul ki, és fordulásból Pölöskei Péter, a Debrecenből igazolt csatár, rögtön góllal mutatkozik be új csapatában. Ez tehát nem lesz 0-0, vezet a Pécs a Hungária körúton. Fejes jön fel a bal oldalon. Tovább perdül, és egy óriási védés Gőcétől lábbal. Jó befordulás, ott az újabb helyzet, Gropioni. Márkvárt csúszott a labda irányába. Most Patrik. Nagy Tibor. Próbál ballal lőni, és lő is oldalháló. Balog. Hütrédi ugyanazt a cselt csinálta meg, mint két perccel ezelőtt. Pölöskei Péter veszi át. Mukmir üldözi. Pölöskei Péter, nagy zicser. Kapufa! Vas Patrik indul be. Hoppá! És Kőce kivetődik. Mol volt bizonytalan. A játékvezető pedig lefújja a mérkőzést. Jól igazolt a PMFC Matthias, hiszen a hét elején szerződtetett Pölöskei Péter góljával megvan a csapat első győzelme a 2013-14-es bajnokságban.